A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Engedjek meg egy rövid gondolatot. A költészet az általánosban kezdtem, azt mondták, jó, tehát csinálom, kötve hiszem, hogy megélhetési lehetőségekért. No meg a vers megváltoztató erejében sem hiszek, pesszimista vagyok. A dekadens írók állnak közel hozzám, meg az abszurd írók. Mindenre szkepszissel tekintek, terveim nincsenek, csak dolgozom. Rossz álmaimban egy száguldó autóban ülök, amelyen hirtelen kialszik minden lámpa, a gázpedál beszorul, minden fékezeti kísérlet hiába való. Nos, megjelent Bakonyi István arcképvázlat Bence Lajosról című kötete. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos kötet. Egyébként Bence Lajos gondolatát olvastam itt fel. És tisztelettel köszöntöm Bakonyi István, József Attila Díjas irodalom történészt körünkben. Nos, hát ez a kis monográfia, te úgy fogalmaztál, a József Attila Díjas, Bence Lajos írói, költői, irodalomtörténészi pályát foglalja össze a muravidéki magyarság sorsának tükrében. Honnét jött a gondolat? Tudjuk, hogy számtalan olyan kis monográfiád jelent meg az elmúlt időszakban is, teszem hozzá, számtalan mondhatjuk, amelyek rendkívül fontosak. Ez viszont egészen egyedi. És számomra azért különleges, mert hogy végre megismerhetjük Bence Lajost, aki gyakori vendég Fehérváron. Igen, hát az az igazság, hogy ennek a könyvnek a megírása egy másik könyv bemutatásakor született meg benne, mármint az ötlete, amikor Péntek Imréről szóló kis monográfiában bemutatták Zalaegerszegen, akkor ott Bence Lajos is, akit persze régóta ismertem már, hiszen többek között a határainkon túli irodalmi találkozók egyik szorgos részvevője volt ő már korábbi években, évtizedekben is. És akkor ott a beszélgetés kapcsán merült ez föl, hogy megérdemelné Bence Lajos munkásság is, hogy egy ilyen szűkebb terjedelmű, de alapos munkával adózzunk neki. Tehát az ötlet az akkor született, és akkor nekiálltam a munkának. Örömmel tettem, annál is inkább, mert ugye mondtad, hogy több kis monográfiát írtam már az elmúlt évtizedekben, de a határunkon túli szerzők között ő az első. Hát mondjuk Tamás Mennyhértel kezdtem, akit tulajdonképpen ugyancsak mondhatnánk, hogy határunkon túli, de Magyarországon ő viszont ugye székely származék, ővele kezdtem, és akkor most érkeztem el a szlovéniai magyarság, a muravidék kiváló alakjához. Itt olvastad a bevezetőben az ő néhány gondolatát arról, hogy nincsenek tervei, nem hisz a költészetben. Azért nem kell minden szó szerint értenünk ebből a kicsit ironikus szövegből szerintem. Éppen most, hogy idejövet, nem sokkal korábban hívott telefonon, hogy új verses kötete lesz nem sokára, és megkért arra, hogy írjak hozzá utószót, tehát dolgozik rendesen Bence Lajos. És ebben a munkában, ebben az életműben az is tényleg érdekes, hogy nagyon sok irányú. Tehát nem csak verseket, szép irodalmi alkotásokat ír, hanem megírta például a muravidéki magyarság irodalomtörténetét és történelmét is. Igen, hiszen ő író, költő, irodalomtörténész, bölcsész doktor, ne feledjük, hiszen az ELTE-n szerzett magyar tanári diplomát majd bölcsész doktor lett, és 1989-től, tehát már réges-régen a Maribori Egyetem magyar tanszékének tanársegédje, illetve docense. Ez az életmű nagyon-nagyon sok színű. Kezdjük az elején. Milyenek Bence Lajos versei? Hiszen ahogy a bevezetében is ő maga mondta, azért rengeteg kétség szorult belé. Ez kétségtelen, hiszen azt se felejtsük el, hogy egy kisebbségben élő maroknyi népcsoportot képvisel tulajdonképpen, hiszen a Szlovéniában élő magyarság száma már csak néhány ezerre tehető, ugye Lendva központtal. Voltunk is többször Lendván, tavaly éppen készült Bence Lajos egy portréfilm, amiben engem is meghívtak, hogy mondjak néhány dolgot az ő költészetéről. Igen, egyébként főként az első időkben kétségtelen tény, hogy
az avantgárd hatások érvényesültek benne, tehát eltért gyakorlatilag attól a kisebbségi irodalomra egyébként alapvetően jellemző hagyományos vonaltól is, amit megszoktunk például az erdélyi irodalomban elsősorban szerintem. De aztán később, mint ahogy mindenkinek a pályáján voltak módosulások, voltak változások, és ha az egész életművet nézzük, akkor azt hiszem, hogy mindenképpen ahhoz a vonalhoz sorolható, amelyet jobb hiány népnemzetinek szoktak hívni, de ez a irány semmiképpen sem nevezhető konzervatívnak, és megtermékenyült, ha úgy tetszik, a nagy 20. századi újításokkal is. Említetted az Eötvös Loránd Tudományi Egyetemen végzett tanulmányait, és ott nem kisebb személyiség, mint Színe Mihály figyelt fel az ő tehetségére, és az első kötetét például ő ajánlotta az olvasók figyelmébe. Ugye Színe Mihály egy legendás irodalomtörténet és előadó volt, aki nagyon figyelt a fiatal tehetségekre is, és hát közé tartozott akkor a Muravidékről Pestre került Bence Lajos. Muratáj szerkesztőségének szerkesztője, ugye, Bence Lajos. A Muratáj miért fontos nekünk? Nagyon is jól tudjuk, hiszen az említetted az imént, hogy tulajdonképpen néhány ezer ember, aki magyarnak vallja magát jelenleg, nyilvánvaló, és ennek ellenére ez egy fontos irodalmi folyóirat. Hát egyrészt a Muratáj ugye az egyetlen fontos irodalmi folyóirat ezen a tájon, de hozzáteszem, hogy határokon átívelő a tevékenysége, például főként a Zala megyeiekkel, a Dél-Dunántúlon élőkkel igen szoros a kapcsolat, de nem véletlenül említettem Péntek Imrét, hiszen őt is szoros barátság fűzi Bence Lajoshoz, és hát ugye Imre egyrészt részese a zala irodalmi életnek is, bár örültünk neki, hogy most visszaköltöztek Székesfehérvárra, de ezek a kapcsolatok, ezek ismétem határokon átívelők. Hozzáteszem, hogy a határok ugye Szlovéniában kicsit másképp mutatkoztak, hiszen oda simán átgúrol az ember a határon, nem is szokták még ellenőrizni sem, és ezt úgy értem most szellemi értelemben is, hogy talán ez a szerves egység, ami megvan a magyarországi végekkel, ez biztos, hogy fontos. És hát nyilvánvaló, hogy ezt sokszor elmondtuk már, hogy egységes magyar irodalomról kell beszélnünk. Az egy másodlagos kérdés gyakorlatilag az irodalmi érték szempontjából, hogy hol születnek a művek, hogy azok melyik országrészben, vagy melyik határainkon túli területen, netán Amerikában vagy Ausztráliában születnek. És így értem én azt is, hogy Bence Lajos ennek a szerves egyetemes magyar irodalomnak a részese. Ismétlem, hogy azt is, hogy a korábbi sok-sok kísérlet után én úgy érzem, hogy mindenképpen a hagyomány útján jár ez a költészet. Olyan rokonokat, szellemi rokonokat mondhatnék talán, mint Bella István, Csóri Sándor, Juhász Ferenc és mások, akik bizonyára hatottak is az ő költészetére. Mondjuk a mindenki számára alapvető hatás József Attila sem felejtendő ilyen szempontból. Beszéljünk a prózájáról, hiszen nem különben fontos az életműve tekintetében. Hát ha próza az irodalomtörténet is, akkor igen, arról is lehet beszélni, de ugyanakkor, és éppen amikor ezt a könyvet már majdhogy nem lezártam, akkor került kezembe egy kis próza kötete. Tehát ha úgy tetszik, akkor a tudományosnak nevezhető, vagy ismeretterjesztő jellegű prózát is műveli. Másrészt próbálkozik a novellisztikával, és ez nagyon érdekes. Ez új vonás volt számomra tulajdonképpen, amikor ezt a könyvet megírtam. Nézd, az kétségtelen tény, hogy mondjuk Flaj Lajosnak hívták az első számot tevő szlovéniai magyar költőt, az ő rövid pályaképétől kezdve a kortárs, akik nagyon sok olyan szerzőt elemez, akik ha nem is tartoznak minden esetben, legyünk azért igazságosak, ha nem is tartoznak minden esetben a legelső vonalba, ami az egyetemes magyar irodalmat illeti, de mindenképpen egy olyan kisebbségnek a képviselői, akikről nem szabad megfeledkeznünk, hiszen amikor kisebbségről beszélünk, akkor ugye a több százezres kisebbségeket is említhetjük, ugye Erdélyben, Felvidéken és másút, de ők nagyon kevesen vannak, de ez a kis létszám, ez nem akadálya, nem jelenti azt, hogy nem kéne velük eleget foglalkozni, mert ugye, hát nem
ezer számra mérjük az irodalmi értéket, hanem a minőség a döntő. Ennek tükrében hol tart a szlovéniai magyar irodalom? Tehát elismert Szlovéniában is, Bence Lajos? Igen, és hát szorosak a kapcsolata is a szlovén irodalommal is hozzáteszem, hiszen ez nem is lehet másképpen. Szerintem más határunkon túli területeken is az ottani anyaország és a kisebbség szerencsés esetben kapcsolatban van egymással. Erdélyben is magyar és román író kapcsolatáról lehetne beszélni, de most ugye Muravidékről beszélünk, igen, és hát szlovén nyelven is jelentem meg Lajosnak köteteit, teszem hozzá. Igen, úgy fogalmaztál ebben a kötetben, hogy az életműve szerves része az egyetemes magyar irodalomnak, a kortárs magyar irodalomnak mindenképpen. Ez elismerésre méltó jelző szerkezet, de vajon kellően odafigyelünk-e Bence Lajosra? Tehát gondolok itt elsősorban, hogy nem csak az irodalom történész, hanem az olvasók is figyelembe veszik-e az ő munkásságát? Hát nyilván nem. Nem kellőképpen figyelünk rájuk, vagy figyeltünk rájuk ezen túl. Hát ezért érzi az ember ezt szerény feladatául, hogy próbálja abban a körben terjeszteni ezeket az értékeket, amiről ugye azért tudjuk, hogy nem annyira széles körök. Igen, azt tudjuk, hogy 2019-ben József Attila díjas lett, és ezt üdvözlőjük. Arról nem beszélve, hogy szintén a Csóri Sándor Társaság alakuló ülésén is tiszteletét tette, és tagja a Csóri Sándor Társaságnak. És nemrégen Balassi Karlót is kaptam, ugyancsak egy nagy elismerés a mai. Ez megerősítést jelent neked is bizonyos értelemben, illetve a Székesfehérvár, illetve a Csóri Sándor Társaság tagjainak? Hát mindenképpen megerősítést jelent, és valamiképpen igazolja azt, amit az ember elgondolt néhány évvel ezelőtt. Egy kicsit beszéljünk az irodalomtörténészi munkásságáról, hiszen költőként, novellistaként talán már azért jóval többen ismerik, de irodalomtörténészként is rendkívül fontos, amit ő tesz. Kettő kell választani nyilván. Előbb azt mondtam, hogy próza az is, próza ez is természetesen, de amikor a szlovéniai magyar költőkkel, írókkal foglalkozik, akkor tényleg egy tudományos megalapozottsággal találkozik az ember. Nem véletlen az, ahogy mondtad is, hogy ugye tudományos tevékenységet is folytat. És azt szeretem még ezekben a műveiben, ami nekem is egy mérce, hogy a úgynevezett tudományos vagy ismeretező tevékenység szép magyar nyelven közérthetően kerül előtérbe, hiszen ha azt mondom, hogy irodalom tudomány, azért vannak ott irányzatok, amelyek hát nem feltétlenül az átlag olvasóhoz szólnak. Nekem meg az a véleményem, és Bence Lajosnak is szerintem ez a véleménye, mert ez tükröződik az ő írásaiból, hogy úgy kell írnunk irodalomról, hogy az olvasható legyen, befogadható legyen, talán a kevésbé vájt fülő emberek számára is. És ez nem valami lekicsinlő jelző, vagy lekicsinlés ebből a szempontból, hanem, és itt megint Szine Mihályt hozhatnám példaként, aki annak idején azt a fajta irodalom kritikát, irodalom történetet írta, ami nem tolakodott a primér művek elé. És ez nagyon fontos, hogy nem az igazából fontos, amit mi művelünk, hanem az, amiről szólunk. És ez a fajta közvetítő tevékenység, ez érződik szerintem az ő irodalomtörténeti, meg kritikai tevékenységében is. Ugye ez rendkívül fontos adalék, annál is inkább, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy a koronavírus járvány okán nagyon sok olyan irodalmi rendezvény elmaradt, ami hiányzik ma is, és nyilvánvaló, hogy a költészet és az irodalom egyéb ágai nagyon sokat segíthettek abban, hogy azért ezt túléljük, túléljétek, ha úgy tetszik. Hát rendezvények tényleg maradtak el, írni persze lehetett, tehát az írói, költői, alkotói tevékenység az nem szünetelt nyilván a járvány idején sem, de az biztos, hogy könyvbemutatók sorra maradtak el, ezeket kellett időnként pótolni most a járvány utáni helyzetben. Így van, és ha már itt tartunk, és már a Csóri Sándor Társaságot említettem, ugye a Csóri Sándor Társaság elnökeként kérdezlek, hiszen egy fontos időszak maradt ki a Csóri Sándor Társaság életéből is. Én azt gondolom, hogy a megalapításkor reménykedtünk benne, és bizonyosak voltunk abban, hogy a Csóri Sándor Társaság kiegészítés másféle módon ismerteti meg velünk nem csak a Csóri Sándor életművet, hanem általában a magyar irodalom, a Fejér megyei irodalom történetét, és azokat az embereket, akik itt vannak velünk, de mégiscsak kevésbé figyelünk rájuk. Aztán jött ez a két év. Mi történt a Csóri Sándor Társaságban? Egy kicsit menjünk vissza az időben. Hát nagy lendülettel álltunk neki 2019-ben, ugye a
a szervezésünk már a megalakulás időpontjában volt ott a helyszínen fontos könyvbemutató és rendezvény, és ezt folytattuk is az ősz folyamán. Nagy terveink voltak. Hozzáteszem, hogy persze ez a társaság annyiban különbözik más irodalmi társaságoktól, például a Vörös Marti társaságtól, hogy ez kizárólag, de elsősorban az írói, tehát a névadónk életművére foglalkozik. Tettünk egy kivételt, erről mindjárt már fogok beszélni, de alapvetően a Csóri életműnek a megismertetése a célunk, de ahogy többször is elmondtuk, már nem csak az irodalmi részét tartjuk fontosnak, hanem azokat a törekvéseit is, amelyek a népzenéhez, a népköltészethez kapcsolódnak. Itt ugrok egy nagyot az időben, mert nem olyan régen volt nálunk Novák Péter, a kiváló, hát nem is tudom minek nevezhető, Novák Péter, mert zenész, művész, valami univerzális személyiség, aki Fehérváron különösen sokat mozog, és az ő rendezésében került színre Budapesten a Halálra táncoltatott leány című Csóri dráma. Szándékosan mondom, hogy Csóri dráma, mert igazából egy balladából drámai alkotás, színházi alkotás született, és komplex műalkotás, mert rengeteg tánc, ének és szöveg van benne természetesen. Vagyis hát itt van úgy, hogy egyetlen művön keresztül tudjuk megmutatni ezt a különböző irányultságot, ami irodalom, népzene és így tovább. Igen, visszatérve erre egy pillanatra, volt szerencsém beszélni Novák Péterrel, aki egyébként azóta rendezett itt az Alba Régia Tánc Együttesnél is egy nagy sikerű estet. És ő azt mondta, hogy számára ez természetes, nem csak a család indítatása okán, hanem hogy Csóri Sándor felejthetetlen, és a Halálra táncoltatott lány, ez be is bizonyította ez az előadás. Ő kétszer volt a vendégünk, mert egyszer Ocsonás Kati szervezésében Agárdon volt egy úgynevezett Csóri piknik, ami egyébként ebben az évben is lesz majd ősszel, kaptunk rá támogatást a Magyar Művészeti Akadémiától, és akkor is szó esett már erről, de akkor egy kicsit más megközelítésben, mint ahogy voltak olyan estjeink is több helyszínen, ahol Varró János és Berki Lilla közreműködésével a versek mellett megjelent a népzene is, és hát azon elképesztő és döbbenetes élmény, hogy Berki Lilla például a különböző Csóri versekre népdalokat talál, és hát ezek közül a torokszorítóbb az Anyám Fekete Rózsának az előadása volt. Tehát igyekszünk ilyeneket. És akkor ugye volt az elmúlt években néhány olyan irodalmi est, ahol éles színészek szerepeltek, vagy éppen a Lovrek Károly Comenius kórusával, amikor ugye mindez sikerült, Császár Angela mondta a verseket, a kiváló színésznő. Ezt a vonalat is folytattuk ebben az esztendőben, mert rendeztünk egy olyan általam szerkesztett eset, amelyen két fehérvári színésznő, Balé Bianca és Varga Gabi játszott szerepet, igen. Én azt hiszem, hogy az megint egy más megközelítés volt, hiszen két fiatal színésznő a saját képére formálta azokat a verseket, amiket adott esetben más módon szoktunk hallani. És hát a legnagyobb öröm most pillanatnyilag az, hogy a kétszer elmaradt, de a részben megvalósult Zámai emlékülés anyagát, ami, és itt jön az, amit mondtam előbb, hogy tettünk egy kivételt, mert ez nem csak Csóri Sándorról, de Csanádi Imréről, Zámai másik nagy költőfiáról is szól. Szóval tavaly, amikor is a Zámai Művészház fölvette Csóri Sándor nevét, és milyen szép, hogy az iskola pedig Csanádi nevét viseli most már hosszú évek óta, és milyen szép, hogy amikor a Zámai Általános Iskola névadója történt, akkor Csóri Sándor még élt közöttünk, és ott is volt a költőtárs nevét fölvevő iskola avatásán. Szóval ez az emlékülés megvalósult nem teljes minden részvevővel, kicsit csonkában, viszont Székesfehérvár és Zámai önkormányzatnak a támogatásával nyomdai előkészítés alatt áll az a kötet, amely gyakorlatilag ennek az emlékülésnek az anyagát tartalmazza. Mondhatok néhány nevet? Igen, annál is inkább, mert hogy én arra figyeltem, hogy Zámolyon egy időben valóban, de csak szőrmentén foglalkoztak a két kiváló költővel, tehát Csanádival és Csóri Sándorral, aztán ez a megjelenésetekkel megváltozott. És úgy tűnik, hogy,
hogy az álmaim most már igazán, ezt köszönhetően egyébként az önkormányzatnak is, igazán magának érzi a két nagyszerű költőt. Legyünk igazságosak, azért voltak ennek előzményei Zámolyon. Tehát az, hogy a... De csak esetlegesen. A különböző évfordulókon, születésnapokon azért nem felejtették el, Csanádi születésnapján is az általános iskolában versmondó verseny zajlik. Ugye itt fontos az is, hogy a Csanádi Imre a Csanádi családnak néhány tagja ott él Zámolyon, az unva húgai például, akik nagyon sokat tesznek az ő életműnek ápolását. Hát Csóri Sándor szülei miután meghaltak, így már az ő családjából senki nem él Zámolyon, de igencsak fontosnak tarthatjuk, igen, azt hiszem valamennyien, hogy ezt ápoljuk. És hát olyan jelentős irodalomtörténészeket sikerült megnyerni ennek az emlékülésnek, mint Gróho Gáspár, aki itt volt az alakulóülésen, és ő szerkesztette például azt az In Memoriam Csóri Sándor kötetet, amit szintén bemutattunk már. Nagyon érdekes, hogy ő egyébként pontosan azt feszegeti egy nagyon alapos tanulmányában, hogy miért nem írt drámákat Csóri? Az előbb mondtam, hogy a Halálra táncoltott ott lány, azt mondjuk drámának fogható föl. Ő viszont elsősorban azt a tevékenységét elemzi, ami a film dramaturg. Ugye Sára Sándorral, Kósa Ferenccel együtt ők számos, például az Ítélet című Dózsa Győrről szóló filmet nagyon érdekesen elemzi. Aztán ebben a kötetben benne lesz a Csanádi életmű legjobb ismerőnek, Alföldi Jenőnek, kiváló irodalomtörténésznek a tanulmánya, vagy például mondhatom Lukács László nevét, aki zámai illetőségű, kiváló néprajztudósunk, aki Csórinak és a néprajzi forradalomnak a viszonyát elemezgeti. Lángi Péter ugyancsak zámai illetőségű költő és tanárember, aki viszont ismét, hogy Csanádit mondjam, egy Csanádi versremzéssel van jelen ebben a kötetben. Ködöböc Gábor, aki ugyancsak sok-sokszor vendégünk Fehérváron, az Egerben ülő kiváló irodalomtörténész, Csóriról közöli tanulmányt. És vannak fehérvári szerzőink is, Sajtos Lajos, hát Lukács Laci is az természetesen, Sajtos Lajos és Káli Sajtos József, akik ugyancsak ebben a kötetben szerepelnek, és hát én azt hiszem, hogy ennek örülhetünk, mert ez lesz az első írásos nyom annak, hogy létezünk. Mikor várható egyébként? Reményeink szerint ennek az évnek a második felében. No, most tehát akkor van dolgod bőven, még visszatérve az irodalomtörténészi munkáidra, mint dolgozol jelenleg? Hát sok mindenen, a különböző forgatóknak rendszeresen dolgozom, Tiszatáj, Alföld, Forrás, Kortárssal is szoros a kapcsolatom, és másokkal. Tulajdonképpen most ez még nagyon az elején jár, de Gáspár Ferenc történelmi regényeibe ástam bele magam. Nem tudom még, hogy ebből mi lesz, most erről nem szeretnék nyilatkozni, viszont van egy megjelenés előtt álló kötetem még ennek az évnek a vége felé, talán össze fog jönni, Mozaikok címmel egy, hát az elmúlt évek terméseiből válogattam ismét egy ilyen eszékötetet, aminek a kiadását a Fekete Sas kiadó vállalta. Ez nem a Fejvári Fekete Sas társasággal kapcsolatos, ez egy Budapesten működő kiadó, és hát ez várható ebben az évben még, aztán majd meglátjuk. No, hát akkor ehhez kívánok jó munkát, lesz dolgod bőven, nem vitás, Csóri Sándor társaságnál, Vörös Marti társaságnál, és így tovább. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél, és kedves nézőink, akkor hadd mutassam meg még egyszer, arcképvázlat Bence Lajostól, a Muravidéki Magyar Irodalom első számú alkotójától, keressék, olvassák, megéri. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, önöknek is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.